Sárkánykaland várta a vörösvári gyerekeket szerte a városban május 30-án gyereknapon. Mivel a szervezés ideje alatt még érvényben voltak a vírus miatti korlátozó intézkedések, ezért több helyszínen egész nap zajlott a kaland. Ebben az évben is amellett döntöttünk, hogy csomagokat készítünk, amiben meglepetések vannak a gyerekeknek, mert amikor elkezdtük a szervezést, akkor még nem lehetett közös rendezvényben gondolkodni. Hegybár Ibi néni a könyvtárból volt az ötletadó, hogy készítsünk papírsárkányt, ami könnyen elkészíthető, és egy olyan játék, ami tényleg jó móka mindenkinek, úgyhogy így készült a sárkánykaland idén. A játék során a játszótereken lehetett csomagokat találni, melyből kis útmutatóval mindenki elkészíthette saját sárkányát. Először a játszótéren lehet megtalálni a csomagocskákat, amit reggel 9-től készítettünk oda. Elég gyorsan el is kapkodták nagy részét, úgyhogy abban van minden alapanyag, és a korábbi bejegyzésekbe kértük, hogy ollót és golyóstollat hozzanak magukkal, hogyha rögtön ma szeretnék ezt útközben elkészíteni, mert tényleg csak egy pár lépésből áll. Került a csomagba egy kis leírás, ami alapján elkészülhet, és egy sablon, ami kellett még hozzá. Úgyhogy ez volt az első lépés, és aki a játszótereken megtalálta a plakátot, az két helyre vezetett el egy-egy meghatározás, ahol az ajándék várta a gyerekeket, és egy kis feladat, egy próba, amit ki kellett állni, legyőzni a sárkány zoknilabdával, a fejüket eltalálni. Vagy a Lámkrumban például egy magyar népmesét választottunk hívó történetnek, ami Király Kis Miklós meséje, mert hogy ott egy híd alá bújik a kardjával, és ez nagyon adta magát, hogy a Lámkrumba vigyük ezt a mesét, úgyhogy ott egy olyan ügyességi játékot készítettünk, ami a mese szereplőiről szól, a holdról, a napról és a csillagokról. A Kacsatónál lévő állomáson pedig a Süsű a sárkány, a Harry Potter és az Így neveld a sárkányodat című mesékkel kapcsolatos kérdésekre kellett válaszolni. Bár az időjárás egész nap esővel fenyegetett és egyszer-egyszer le is szakadt az ég, ez nem szegte kedvét a résztvevőknek. 350 csomagot készítettünk először, és ez úgy tűnt, hogy délre majdnem teljesen el is fogyott. Próbáltunk még egy kicsit pótolni a meglévő alapanyagainkból, úgyhogy így közel 400 csomag elfogyott már most így a kora délutánra.